Verségi Ferenc fazekas nyitotta meg a Tolnai Boccukrászda galériájában látható újabb időszaki kiállítást. Majd kultúrcseppekkel folytatódott a tárlat megnyitó. Radnóti Miklós Bájoló című versének megzenésített változatát énekelte és gitározta el Lóki Hanna. Tükre megáll a tőbe a házba, jöjbe a házba, vesd le ruhádat, már esik is kint, már esik is kint, már esik is kint. Vesd le az inget, mossa az eső. Ezután Laki Erzsébet szavalta el Aranyosi Ervin Vers és festmény című költeményét. Aranyosi Ervin versei elsősorban a szeretetről, mosolyról, önismeretről, természetről szólnak. Egy interjúban azt mondta, a művészet célja a világ szebbítétele, egy kisebb szeretet én is bevállalok ebből a feladatból. A lelkednek festő vászlán, te is képet festegetsz, és megmutatnád másoknak is, amit szívedben rejtegetsz. Majd a kiállított festmények alkotója, az amatőr festő Deréné Horváth Marianna mutatkozott be, aki közeli ismerőseinek, rokonainak Maja. A rajzolás iránti szeretetét elmondása alapján egykori tanárának, Renz Antalnak köszönheti. Az olajfestészettel 2002-ben kezdett el foglalkozni, 2003-tól pedig tagja az Art 999 képzőművészeti egyesületnek. Ezzel az egyesülettel közösen több kiállításon és jótékony rendezvényen vett részt, ahol a közönség jobban megismerhette alkotásait. 17 éve fest, és ez alkalommal a 8. tárlatát állította ki. Az is érdekes, hogy most többetekkel beszéltem, és mindenkinek más valami fogja meg a fantáziáját, és én ennek nagyon örülök. Tulajdonképpen amatőr festő vagyok, tehát nincsenek elvárások magammal szemben. Én festek valamit, élvezem a szabadságot, és ez jön ki belőlem, és nagyon örülök, hogy letetszik. Ez a lényege a dolognak. Én azt gondolom, hogy helyettem beszéljenek, meséljenek rólam a képek, és minden kedves érdeklődőnek kellemes időtöltést kívánok a kiállításommal. Autodidakta módon, iskola nélkül, önerőből sajátította el a festészeti ismereteket. Ezért örömmel tölti el, ha másoknak is felkelti érdeklődését valamely alkotása. Amatőr festő vagyok, és hát csak a saját szórakoztatásomra készítem a képeket. Nekem otthon a lakásban nagyon tetszik, hogy tele van képekkel, és hogyha egy-egy kiállítás alkalmával másnak is tetszik, az még külön öröm. Non-figuratív tájképeket fest vászonra, és leginkább pasztelszínekkel dolgozik, mindezek lelkivilágát tükrözik, ahogy mondta, képei által beszélget. Én szívesen használok pasztelszíneket, szeretem a vidám témájú képeket. Alkotásaim leginkább realista ábrázolással készült tájképek és csendéletek, olykor szívesen elvonatkoztatok a valóságtól, ilyenkor a színek harmóniája ragad magával. Mindenféle képet készítek, leginkább a fekvő 50x70-es méretek az, ami úgy bejön. Vászonra dolgozom és olajfestékkel. Otthonába fest, de utazásai inspirálják leginkább, hiszen ilyenkor kimozdul megszokott köréből, új tájakat lát. Az új élmények és a természet gazdag színvilágát szeretné másoknak is átadni. Nyaralás volt, és hát nem tudom, engem kivetett az ágy minden reggel 5 órakor, többiek még aludtak. Én nekiindultam és a tengerpartot fürkésztem, és hát ezt a képet láttam. Hát ez tárult a szemem elé, mikor kimentem a motorra. A felhő, a szivárvány, az eső a távolban, a madarak, a visszaverődő fény a sziget tetején. És ez annyira megfogott, hogy ezt nekem le kellett festeni. Csak Palánki út kereszteződést is ugyanígy megfestettem. Mert ami egyszer megfogja az embert, az vászonra kell vinni. Számomra nincs más, ez van. A kiállítás október végéig megtekinthető a Tolnai Boccukrászdában.